tájékoztatja a nemzetiségi szavazókat. Influenza. Már elérhető az influenza elleni védőoltás. Mikulások. December 3-án ismét útnak indulnak a motoros mikulások. Bák. A városi Mikulás is körbejárja a várost december 5-én. Nemzetiségi percek. Decemberben még 2 koncerten lép fel a Nachtigallen kórus. VHZ. 13 éve ad karácsonyi koncertet a Vecsési Hagyományőrző Zene Egyesület. Nótaest. Megrendezték a 3. vecsési népdal, nóta és operettestet. A hagyományokhoz híven idén is ünnepséggel köszöntik Vecsésen a jubiláló házaspárokat. Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal anyakönyvi hivatala december 2-án 15 órára várja Petőfi téri római katolikus templomba, majd a Bálint Ágnes kulturális központba a 25-50-60. Házasság évfordulókat ünneplő párokat. Bálint Ágnes születésének 95. évfordulója alkalmából mézes kalács kiállítás nyílt novemberben az Írónő emlékházában. Az idei utolsó látogatási lehetőség december 3-án 10 órától lesz. Ezen a napon hirdetik majd ki a mézes kalács készítő verseny eredményét is. Az emlékház ebből a kezdeményezésből szeretne hagyományt teremteni. December 17-én ismét lesz mindenki karácsonya a Szent István téren. A karácsonyi vásár 13 órakor kezdődik, majd a délután folyamán a Bálint Ágnes kulturális központ előtt fellép többek között a Vecsési Zeneiskola, a Balla Péter Népdalkör, a Nachtigallen kórus és a Rozmarány tánccsoport, valamint bemutatják ünnepi műsorukat a Református Óvoda és a Grassalkovics Antal német nemzetiségi és 2 tannyelvű általános iskola gyermekei is. A részletes program a város hivatalos honlapján a www.vecses.hu oldalon olvasható. Itt a tél, és a Vecsési Városgondok Nonprofit Kft. Már felkészült a fagyos havas utak tisztítására. A részletekről Tuba Zoltán ügyvezetőt kérdeztük. Felkészültünk, felújítottuk a sószórógépünket is, tehát az autókat a múlt hét végén felszereltük, és mentünk velük próbakört, hogy valóban felkészültek legyünk. Megrendeltük az első adag sót is. Azokon a területeken, ahol viakolor van, ott egy ilyen természetbarát anyaggal fogjuk leszórni, tehát nem sóval, de a közutakat ugyanúgy az útszóró sóval fogjuk sózni. Bízok benne, hogy teljesíteni tudjuk az elvárásokat. Azért ezt előre kell bocsátanom, hogy nem tudjuk azt garantálni, hogy ahogy leesik a hó, abban a pillanatban minden utcában megjelenik a hókotró, tehát ilyenkor mindig egy kis türelmet szoktam kérni a lakosság részéről, az autóknak megvan a prioritás, hogy mely utakat kell először eltakarítani, ahol tömegközlekedés folyik, vagy az intézmények környékén, és utána tudunk menni azokba az utakba, ahol a lakosok laknak, és azokat is megpróbáljuk akkor sikosságmentesíteni. Ha ilyen extrém időjárás adódna, hogy akár nagyon-nagyon csúszósak az utak, vagy nagyon vastag hóréteg lenne, akkor hány órakor kezdi meg a munkát a hókotró, vagy a jégmentesítő? Mi folyamatosan figyeljük az időjárást, éjszakai ügyeletet is tartunk, tehát amint látjuk, hogy az időjárás indokoltá teszi, hogy kimenjünk, mert esetleg lefagyás lesz, csak jégeső esik, és az lefagyhat, már mennek az autók, tehát mi folyamatos ügyeletben vagyunk, szolgálatban, tehát figyeljük egyfolytában, és amikor indokolt, akkor elindulnak az autók. Testületi ülést tartottak november 28-án a képviselők a polgármesteri hivatal dísztermében. Az ülésen Szlahó Csaba polgármester egyebek mellett beszámolt arról, hogy decemberben átadják a Halmitelepi Általános Iskola épületbővítményét. Az épület gyakorlatilag hetek óta kész, arra vártunk, hogy a TIGÁZ megadja a bekötésre a lehetőséget, ez végre megtörtént, tehát a papírok utolérték a gyakorlatot. A gázbekötés elkészült, december 20-ára tűztük ki az átadás átvételt, tehát a beruházó átveszi a kivitelezőtől, és onnantól kezdve majd jönnek a bútorok és a különböző apróbb berendezési tárgyak elhelyezése, és terveink szerint a diákok és a tanárok valamikor februárban, tehát a második fél évtől birtokba vehetik ezt a bővítményt. Mi mindenből áll ez a bővítmény? Hát értelemszerűen tantermeket építettünk, illetve az igazgatónak kérésére kisebb csoportszobákat, ahol a kisebb szakköri foglalkozásokat meg tudják tartani, és természetesen el kellett látni ezt a bővítményt mosdókkal is, és akadálymentesített egyébként az épület alja.
Amikor a beruházásokról beszéltünk, akkor említette, hogy folyamatban van egy kisziladó munkacsarnok a Halmi Telepi Általános Iskola mellé való építése, vagy legalábbis tervezése. Ez a projekt hogy áll most? Gyakorlatilag a tervekkel mi, saját tervekkel már régóta elkészültünk, és megkaptuk most már azt is, hogy mit szeretne az állam megvalósítani, tehát típus terveket gondoltak megvalósítani. Ezzel egy baj van, ez nem találkozik a mi általunk elképzelt helyen való megvalósíthatósággal, tehát mi úgy gondoljuk, hogy ez a munkacsarnok a legjobb helyen a Halmi iskola udvarán lenne, nem pedig máshol. Már csak azért, hogy délelőtt és a kora délutáni órákban gyerekek tudják használni. És utána pedig természetesen a kézilabdázók. Az országban 8 ilyen csarnoknak a megépítésére adott engedélyt a kormányhatározat, illetve ennek biztosította az anyagi fedezetét. És most azon azt próbálom elintézni, és azon vagyunk, hogy az általunk elkészült munkacsarnokot elfogadja a kormány, a kormányhatározat, tehát kompatibilissé tegyék a kormányhatározattal. Elfogadják azt, hogy a kormányhatározat alapján ez is megépíthető. Mi vállaltunk olyan kitételt, hogy ez plusz költségbe kerül, akkor azt az önkormányzat vállalja. Természetesen azért és abból a józan megfontolásból, hogy jobban tudjuk kihasználni és hasznosítani a munkacsarnokot. A kézlabdások nagyon várják, ők is rendszeresen jelentkeznek, és gyakorlatilag mi is nagyon szeretnénk, hogyha elkészülne. Most az előkészítő fázis van. Gyakorlatilag most már tudjuk, hogy mi a típusterv. Ők látják, hogy nekünk mi az elgondolásunk, most bekérték az iratainkat, összehasonlítják, beárazzák, és akkor fogjuk megtudni, hogy igazából ez mennyibe kerül ő szerintük, mert ez a terv, amit mi készítettünk, ez már azért majdnem több mint egy éves. Úgyhogy most ezen megy az egyeztetés, e körül forog, tehát a minisztériumi megbízott, valamint a BMSK vezető helyettesével tárgyalok folyamatosan, sikerüljön új tető alá hozni ezt a megegyezést, hogy mindenki örüljön neki. Azt gondolom, hogy jó dolgot támogat a kormány, jót talált ki a Kézilabda Szövetség, mi jó időbe csatlakoztunk, megkaptuk a lehetőséget, akkor építsük meg úgy, hogy ennek mindenki örüljön és jól tudjuk hasznosítani. Ha jól értelmezem, akkor 100%-os állami finanszírozásból csak is kizárólag a kézilabda munkacsarnok építhető típusterv alapján, és akkor így úgymond nem kerülne a városnak egy fillérjébe sem, de amennyiben eltérés van, akkor a különbséget a város inkább finanszírozná, csak legyen ide a Halmi telepre testre szabva? Igen, jó az értelmezés. Annyit azért tudni kell, hogy ez egy kézilabda munkacsarnok, amit mi terveztünk. De értelemszerűen ebbe nagyon jó tornaórákat lehet tartani. De mivel a miénk nem földszintes épület, mert nem fér el a Halmi téren, hanem fölfelé tudunk menni, tehát emeletes, ezért nyilván többletköltségbe kerülhet, illetve hát nem nyilván, többletköltségbe kerülhet. Most ezen megy, ezt számoljuk, hogy kerül-e többletköltségbe, és azt nekünk finanszírozni kell-e. 500 millió nettót biztosított a kormányhatározat egy munkacsarnok megépítésére. Csak én azt nem szeretném, hogyha időközben a típustervek árai is föl fognak menni, és utána rajtunk verjék el azt a plusz önrészt, amit egyébként a típus tervekre is elköltenének. Tehát itt most ez a nehézség, hogy ezt próbáljam elérni, hogy ezt a költséget az állam vállalja át. Ez tornaterem is lesz, és munkacsarnok is. Tehát szerintem itt két legyet ütünk egy csapásra, és ennek van értelme, hiszen a kihasználtság így 100%-os. Mikor a várható döntés ez ügyben? Döntés most született olyan értelembe, tehát, hogy kompatibilisek vagyunk a kormányhatározattal, tehát ugye megnézték, hogy ez valóban akkora méretű-e, olyan lelátó is van, majdnem 300 fix székes férőhelyes, illetve hogy egyáltalán a kéziszövetség elfogadja, de mi ezt leegyeztettük a kézilabdaszövetséggel értelemszerűen, csak úgy tervezhettük meg. Hát nyilván a kézilabdások, a kézilabda szakosztály és a kézilabda szövetség is tudott róla, hogy mit akarunk megcsinálni, javaslatokat tettek. Úgyhogy ez egy előkészített anyag. Én azt tudtam, hogy ez kompatibilis lesz. A kérdés az, hogy itt mennyi a többletköltség és van-e. Ugyanis jövőre a kormány jóvoltából nagyon sok beruházás valósulhat meg a városunkba, és most már ütemeznünk kell, hogy az önrészekkel, hogy gazdálkodjunk, mert felelőtlenül nyilván nem lehet túlvállalni magunkat. Tehát annyit építsünk meg, addig nyújtózkodjunk, amíg a takarónk ér. Nagyon jól hangzik, hogy ugye tanúszodan is akar, tehát már az előkészületi fázisban van, az alapellátási központ tervezés alatt, a bölcsőde gyakorlatilag tervezés alatt, a munkacsarnok napokon belül eldől, hogy mi legyen vele, de hát nekünk van más dolgunk is, és van Petőfi iskolánk, Falusi iskolánk, András iskolánk, meg rengeteg intézményünk, amire nekünk még fordítani kell pénzt. Hogyha ezt összes pénzünket elköltjük ezekre az új intézményekre,
akkor gyakorlatilag miből építünk utak, meg gyárdát, meg teret, tehát gyakorlatilag működnünk is kell. Tehát itt most ütemezni kell ezeket a beruházásokat. Hál' Istennek ez egy kedves probléma, mondjuk így, hogy ez egy kedves teher, hiszen az építkezésekről kell dönteni, ennek ütemezéséről is. A nagy részét egyébként az állam fogja utána finanszírozni és fenntartani. Tehát a tanúszonát, ennek a munkacsarnoknak a finanszírozását is, tehát a rezsiköltségeit az állam fogja átvállalni, és bizony ez nem kerül így az önkormányzatnak többletköltségbe. Igaz, hogy nekünk át kell adni a telket, a területet, mind a két esetben, a tanúszon esetében is, és a munkacsarnok esetében is, de hát ezt örömmel tesszük, hiszen ők fogják fenntartani. Ha már szóba hozta a tanúszodát, és ugye tudjuk a szomszédos településről, hogy Gyáron a minap adták át a járási tanúszodát, a Vecsésétnek az építését mikor tervezik, hová tervezik, biztos-e már alanyi, mint helyszín, és mikor vehetik majd előreláthatólag birtokba a vecsésiek, illetve a vecsési járáshoz tartozó településen lakók? Hát remélem, hogy biztos alanyi helyszín, mi ezt tudtuk felajánlani, és ezt elfogadták. A minimális telekméretet, amire szükség van, azt átadjuk az államnak, hiszen alanyi egyik fele az a tervek szerint sportkomplexum lesz, tehát most kezdődik majd a tanúszodával. Én azt gondolom, hogy ez egy másfél-két éves projekt, amíg ez végigfut. A tanúszoda tervezési fázisban van, most készülünk elő, gyakorlatilag most döntött a testület novemberben arról, hogy melyik telket adjuk át, és innentől kezdve, amikor most már ismert a telek, ugye kezdődik a tervezés. A tanúszoda beltartalma gyakorlatilag mindenhol ugyanolyan az országban, a gépészet is. Az, hogy néz ki a fejépület, és most minden önkormányzat ebben mit tesz bele egy kicsit, hogy egy kicsit szebbé tegye, vagy elfogadhatóbbá, vagy a környezet számára esztétikusabbá, ez nyilván bizonyos mozgásteret enged, de nem sokat. Ettől függetlenül most ott tartunk, hogy megvan a helyszín, és a tervek hamarosan, tervezés is hamarosan elkészül. Én azt gondolom, hogy másfél-két év ennek a megvalósulási ideje. 2018 tavaszán lesznek az országgyűlési választások. A nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vételhez, valamint a fogyatékossággal élő választópolgárok segítése céljából időben le kell adni a szükséges kérelmeket. Szeretném tájékoztatni a tisztelt lakosságot, hogy a választással kapcsolatban, a választás előkészítésével kapcsolatban a központi névjegyzékhez már lehet különböző tárgyú kérelmeket benyújtani. A Nemzeti Választási Iroda honlapján, ez a választás.hu-n letölthető az a formanyomtatvány, ami most itt is látszik a számítógépen. Itt különböző dolgokat lehet kérni a Nemzeti Választási Irodától. Pontosan az, hogy nemzetiségi választópolgárként, ha valaki szeretné, hogy nyilvántartásba legyen véve, fogyatékossággal élő választópolgárok segítéséről szólhat még ez a kérelem, és személyes adatok kiadásának megtiltásáról lehet rendelkezni. A kérelem az négy részletből áll, négy fő részből. Az első részen a választópolgár személyes adatait kell kitölteni. Itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy mindenképpen szükséges, hogy személyazonosító igazolvánnyal egyező módon kell kitölteni, tehát az ott szereplő pontos nevet, ha három név van, vagy két keresztnév van, vagy doktor előjel van, tehát ezt mindenképpen pontosan kell feltüntetni ezekben itt ezen a személyes adatok között. És ami nagyon fontos a második részben, hogy a nemzetiségi névjegyzékbe való felvétel iránti kérelmet meg lehet jelölni. Mindaz az állampolgár, aki úgy gondolja, hogy szeretné kérni a felvételét a nemzetiségi névjegyzékbe, akkor itt ennél a római kettes résznél az A pontban kiválasztja a szükséges nemzetiséget, ugye egyet lehet bejelölni, és az bejelölve, akkor ő abban a névjegyzékbe automatikusan felkerül. Itt mindenképpen szeretném felhívni a figyelmet, hogy aki már megtette ezt a névjegyzékbevételt a 2014 évi országgyűlési választásoknál, akkor annak semmi teendője nincsen. Aki viszont 2014-ben csak az őszi önkormányzati választások idején töltötte ki ezt a kérelmet, akkor legyen kedves, nézze meg, tudnélik, itt van egy olyan pont ezen a kérdőíven, vagy ezen a kérelmen, hogy kérem, hogy nemzetiségi választópolgárként történő névjegyzékbevételem hatálya az országgyűlési képviselők választására is terjedjen ki. Tehát nagyon fontos, hogy ha valaki csak az őszi önkormányzati választásokra kérte a névjegyzékbevételét, akkor az most ezt a kiegészítést tegye meg, hogyha akkor nem tette meg, mert ebben az esetben tud csak szavazni a nemzetiségi listára.
Aki nem teszi ezt meg, tehát marad csak, hogy az őszi önkormányzati választásoknál kérte a nemzetiségi szavazást, akkor ő viszont hiába nemzetiségi névjegyzékben szerepel, egyéni jelöltre és pártlistára fog szavazni. Aki kéri ezt a kiegészítést, az az egyéni jelöltre fog szavazni és nemzetiségi listára. Itt most mindenkit szeretnék megkérni, hogy legyen kedves, nézze meg ezeket a kérelmeket. Aki nem tette és szeretne a nemzetiségi listára szavazni, akkor ezt a kérelmet töltse ki, és akár elektronikus úton, akár személyesen postai úton küldje el. Az elektronikus úton is ez nálunk fog, tehát a helyi választási irodánál fog mindenképpen megérkezni ez a kérelem. Mi ezt elbíráljuk, ugye leegyeztetjük az adatokat a központi névjegyzében szereplő adatokkal, postai úton állandó bejelentett lakcímre megkapják az értesítést az állampolgárok, és hogyha még valaki kéri, akkor az elektronikus úton, e-mail útján is el fogjuk küldeni ezt az értesítést. Ugyanezen a kérelmen lehet még segítséget igényelni a választójog gyakorlásához. Itt, hogyha valaki látássérült, vagy esetleg akadálymentes szavazóhelyiségben szeretne szavazni, de ez Vecsésen, konkrétan valamennyi szavazóhelyiségünk akadálymentes, itt lehet ehhez segítséget kérni, és van még egy fontos rész ezen a kérelemnek, a személyes adatok kiadásának megtiltása. Itt a G és a H pontban kétféle dolgot lehetne megtiltani, hogyha az állampolgár úgy gondolja. Egyrészt, hogy a központi névjegyzében nyilvántartott személyes adatainak tiltását kéri a választási kampány céljára a jelölő szervezetek felé, tehát ezt lehet egyrészt megtiltani, másrészt pedig a személyadat és lakcím nyilvántartásról szóló jogszabály alapján az állampolgárról nyilvántartott adat kiadását lehet megtiltani. Ezt is egy kérelemben, akár az összeset el lehet juttatni hozzánk, elektronikus úton, kétféle úton. Egyrészt a választás.hu-n lehet elektronikus úton letölteni az anyagot és eltölteni, vagy pedig ügyfélkapun keresztül, hogyha valaki rendelkezik ügyfélkapuval. Tehát, hogyha valaki szeretne kapni majd különböző pártoktól megkereséseket, akkor nem kell csinálnia semmit, hiszen automatikusan ő az akaratán kívül hozzájárul ahhoz, hogy ezeket megkapja, hiszen Magyarországon nem hozzájáruló, hanem ezek szerint tiltó nyilatkozatot kell tenni. Abban az esetben viszont, hogyha valaki nem szeretne ilyen megkereséseket, akkor minden esetben ezt a pontot meg kell jelölnie. Ha még eddig nem tette meg, tehát 2014 óta változatlan a jogszabály, tehát aki ezt már 2014 évben az országgyűlési választások előtt ezt megtette, annak ez a tiltást, vagy akár a segítségkérést, vagy akár a nemzetiségi szavazó névjegyzébe való felvételt nem kell ismételten kérnie. Tehát aki ezt megtette, az ott van azóta is, ha csak törlést nem kért, mert ugyanezen a kérelmen lehet ugyanezeknek a dolgoknak a tiltását, a törlését is kérni, hogyha valaki meggondolta magát, akkor ezeket az adatokat le is lehet törölni, vagy ezeket a tiltásokat, és akkor ismételten megkapja akár a kampányanyagot, vagy akkor nem a nemzetiségi listára szavaz, hanem a pártlistára szavaz. Aki Magyarországon lakcímmel rendelkezik, és választójoggal rendelkezik, annak gyakorlatilag semmi tennivalója nincsen ahhoz, hogy ő a névjegyzékbe kerüljön, mert automatikusan mindenki bekerül a névjegyzékbe. Ez csak a névjegyzék egyéb adataihoz, vagy az adattiltáshoz való kérelem. Tehát itt nagyon fontos azt tudni, hogy ha valaki semmit nem szeretne csinálni, csak el szeretne menni szavazni 2018 tavaszán, akkor ő elmehet ugye az érvényes hatósági igazolványaival, lakcímkártyájával az adott szavazókörbe is szavazhat. De ha valaki nemzetiségi szavazóként szeretne szavazni, akkor kell ez a kérelem. Ha valaki segítséget szeretne kérni ehhez a szavazáshoz, akkor kell ez a kérelmet beadni, vagy hogyha kampány célra tiltana, vagy hogyha a személyes adat és lakcím nyilvántartó törvény alapján szeretne valami adat kiadást megtiltani, akkor kell ez a kérelem. Tehát négy esetben. Ha ezekkel valaki nem szeretne foglalkozni, akkor semmi tennivalója nincsen, mert aki választójoggal rendelkezik, az automatikusan benne van a központi névjegyzékben. Ez rengeteg információ, és főleg azoknak, akik esetlegesen valamilyen segítséget szeretnének kérni majd a szavazás során, biztos, hogy nem fognak majd így a számítógép előtt ráklikkelni arra, hogy esetleg látássérültek és segítségre van szükségük. Ők milyen formában, milyen módon, hová fordulhatnak? A jegyzőhöz a polgármesteri hivatalban meg lehet őket keresni, hogy a helyi választási irodák már működnek. Ezeket a kérelmeket mi ki is tudjuk nyomtatni, sőt, hogyha valaki idejön, akkor a kitöltésében is tudunk segíteni természetesen. Le is lehet tölteni, tehát ha van olyan családtag, aki nem akarja ezt elektronikusan kitölteni, akkor kinyomtatja ezt a kérdővet, kitölti, postán beküldi, erre is van lehetőség. De a legegyszerűbb az, hogyha valaki számítógépen kitölti és elektronikus úton beküldi. Főleg ez az utolsó időszakban nagyon fontos,
akkor, amikor már tudjuk a választási időpontját, mert aznap el kell bírálni a választási irodáknak ezeket a kérelmeket. És hogyha nagyon sok kérelem van, ugye ez a kérelem feldolgozásában segít nekünk is a munkánkat, az elektronikus úton beérkezett kérelmeknek a feldolgozása. De ezt természetesen postai úton is el lehet küldeni, vagy be lehet hozni annak, akinek nincs lehetősége ezt elektronikus úton kitölteni. December 3-án ismét útnak indulnak a motoros Mikulások Vecsés utcáin szaloncukrot osztogatva a gyerekeknek. A gépparipások lassan haladnak majd, és akár csatlakozni is lehet hozzájuk, de a szervezők előre felhívják a figyelmet, hogy a KRESZ szabályai a Mikulásokra és a Krampuszokra egyaránt vonatkoznak. December 3-án vasárnapra szervezzük a elvileg első indulást. Persze a hátam mögé látva lehet tapasztalni, hogy itt bármikor történhet az időjárásból olyan esemény, ami megátolja a terveinket. Ezért úgy tervezzük, hogy 3-án vasárnap lesz 13:30 gyülekező, és 14:00 az indulás a halmitéri szokott helyről. Ha rendkívül rossz időjárási viszonyok alakulnának ki, bár én megbeszéltem a föntiekkel, hogy nem, akkor marad a 3-a, de ha igen, akkor 10-ére egy héttel későbbre halasszuk el az indulást. Egy esetleges hóesés az rossznak számít, vagy jónak a Mikulások szempontjából? Ha csak hóesik, akkor nem, ugyanis mi már gurultunk hóba, nem egyszer, a eddigi felvonulásaink történelmébe, de most már történelmet mondhatunk, meg 2003-ban kezdtük, tehát igazából van már tapasztalatunk hóba is, sőt, ónos esőbe is volt, de azért nem szeretnénk tényleg egy nagyon extrém időjárásnak kitenni senkit, mert vannak olyan ismerős barátaink, motoros barátaink, akik nem Vecsésről jönnek, hanem más településekről. Nekik a motorral el kell jutni idáig, tehát nem szeretnénk, hogy bármi baj érné őket az úton. Elindulnak majd merre? A szokásos útvonalon Halmitérről indulunk, a Besztercei utcán, Damjanőcs utca, Előd utca, föl a Lőrincére, Lincoln úton, föl a négyes útra, a régi négyes, a főút, főúton elé az Iskola utcáig, Iskola utcánál elfordulunk a Szép utca, a Kis Sorompó, Toldin, a Erzsébet térre, Erzsébet térről a Kinizsén, a Dózsára, Dózsánál elfordulunk Gyál irányába, és a Vecsés végén él, aki már nagyon fázik esetleg, az akkor kiáll a csapatból ott a benzinkútnál, a többiekkel meg átmegyünk Gyára, mert nekünk nagyon sok barátunk jön át Gyáról ilyenkor, és mi egymás kölcsönössége alapján mind a két településen végig pöfögünk. Szelíd motorosokról beszélhetünk, mennyivel mennek átlagosan majd a motoros Mikulások és Krampuszok, mert ugye azok is lesznek. Remélkedem, hogy mindenki beöltözik az alkalomnak megfelelően Mikulás ruhába, Krampusz ruhába, esetleg még egy-két Rudolfot is nagyon nagy szeretettel várunk. Nem megyünk gyorsan. Pontosan azért, mert hogy jelmezekbe leszünk felöltözve, tehát ezek a kis ruhák, ezek a díszek, amik a sisakokra ilyenkor fölkerülnek, a szél nagyon gyorsan lekapja. Amúgy is 20-25-tel szoktunk gurulni, mert ebbe a hideg időbe minél gyorsabban megyünk, annál hidegebb van. De nem csak a hideg miatt mennek lassan, hanem azért nyilván gyerekekkel is szeretnének találkozni. Mindenféleképpen, ez már gyakran, most már hagyománnyá vált, hogy a gyerekek, hogyha megtudják, hogy mikor van a felvonulás időpontja, kint várnak minket az út szélén, ilyenkor szaloncukor eső fogadja őket, már a Mikulások részéről, és nagyon kellemes meglepetések szoktak minket érni, mikor a gyerekek készítenek nekünk rajzot, egy-egy kis ajándékot, hogy ők is kedveskednek nekünk, és ez nagyon jól szokott esni nekünk. Motorosként lehet-e csatlakozni a felvonuláshoz? Hát sőt, mindenféleképp. Az az igazság, hogy itt a csapatban nagyon nagy a szórás, így mond stílusban, mert volt már, hogy babettával jöttek, és ugyanebben a sornak a végén meg trájkkal jöttek. Tehát a legkisebbtől úgymond a legnagyobbig képviseltetve van mindenki. És van egy Pisti ismerősünk, aki sajnos nem tud felvonulni meg, de majdnem minden évben ott van. Ő pedig egy elektromos ilyen rokkant kocsival oda kiszokott jönni, ott beszélget ismerősökkel, sztorizgatnak, és ez is egy jó dolog. A városi Mikulás is körbejárja a város december 5-én. A piros puttonyos a Bálint Ágnes Kulturális Központ elől kamionnal indul útnak délután. A Kulturális Központ sikeres évet zárt, és hasonlóan színes élményekkel várja az érdeklődőket jövőre is. Hát a december 5-ével hagy kezdjem, mert ugye a Mikulást ismét meghívtuk. Ugye minden évben készülünk erre a jeles napra, és minden évben írtunk a Mikulásnak, és mindig el is fogadta a meghívásunkat, és úgy gondoltuk, hogy akkor idén is meghívjuk őt. December 5-én a megszokott időben délután indul majd egy kamion, ami viszi a Mikulást, és hát reméljük, hogy Krampuszok is kapcsolódnak majd a programunkhoz, úgyhogy a gyerekeket várjuk nagy-nagy szeretettel azokon a pontokon, amit egyébként majd meg fogunk jelölni a honlapon, az újságban már talán meg is jelent.
és hát abban is reménykedünk, hogy ismét énekszóval fogadják majd a Mikulást. Ha elmegy a Mikulás, akkor milyen programokat kínálnak itt a Kulturális Központban? Hát ugyan ezt nem a Mikulás hozta a zsákjába a többi programot, de hát fantasztikusabbnál fantasztikusabbat. Ugye most már azért év vége van, és most kezdenek azok a programok is torlódni, amelyek egyébként eddig mondjuk úgy, hogy eloszlottak. December 17-én jön el Gájer Bálint egy karácsonyi koncertre, ez tulajdonképpen egy vidéki nagyszabású koncertsorozat része, ez december 17-én lesz. Úgyhogy aki úgy gondolja, hogy szeretne jönni, az jöjjön, mert egyre jobban fogynak a jegyek. December 21-én lesz tulajdonképpen a záró színházi előadásunk, az Istvíki boszorkányokat fogjuk bemutatni a játékszín előadásában. Én csak annyira hívnám fel a nézők figyelmét, hogy ez korhatáros előadás, 16 éven aluljaknak nem ajánljuk. Ha visszatekintünk a 2017-es esztendőre, akkor hogyan értékelné, mennyire volt eseménydús a Kulturális Központ szempontjából? Hát azt gondolom, hogy nagyon. És ha mondhatok ilyeneket, persze mindenki a saját lovát dicséri, de ha mondhatok ilyeneket, hogy ismét egy nagyon jó évet zártunk több száz programmal, ha minden igaz, akkor most november végén átlépjük a 100 000-es látogató számot. Én azt gondolom, hogy ez egy nagy dolog egy 4 éves kulturális intézmény életében. Nagyon büszkék vagyunk erre, és azt látjuk, hogy nagyon sok munka van még előttünk, hogy ezt megtartjuk, sőt, hát ezt túl is szárnyaljuk. Elindítottunk egy hűségprogramot, ez is egy nagyon fontos a ház életében. E hűségprogram keretében azokat a látogatóinkat szeretnénk megbecsülni, akik hónapról hónapra, előadásról előadásra itt vannak a házba, kitüntető figyelmükkel mindig ránk szegezik a tekintetüket. E hűségprogram most még csak a levelező rendszerben megy, de nagyon szeretnénk, hogyha ezt kibővíthetnénk majd mindenféle applikációkkal, játékokkal. Tehát ez lesz majd a hűségprogram része. December elején elindul majd a jövő évi csomagajánlatunk is. Ezen nagyon dolgozunk, hogy ez sikerüljön és be tudjuk mutatni. Én azt gondolom, hogy azok a csoportok, akik a házban, művészeti csoportok, akik a házban tevékenykednek, ők is nagyon jó évet zártak. Bemutatókkal, nagyon sok vendégszerepléssel, úgyhogy talán egy sikeres év áll mögöttünk. Mi az, ami dominált ebben az évben a visszatekintése és az értékelése szerint, hogyha átpörgetjük az esemény naptárukat, akkor számos színházi előadás, stand-uposok is megjelentek itt a Kulturális Központban? Hát sőt, klubkoncertjeink is voltak fantasztikus sikerrel, ha csak a Well Hello-ra vagy a Quimby-re gondolunk, akkor ezek is, én azt gondolom, hogy fantasztikus koncertek voltak. Vagy mondhatnám azt is, hogy Zorán egy olyan koncertet adott, ahol a ráadás fél órás volt, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is jelent valamit, és nem csak az előadótól, hanem a közönségtől is. Mit szólnak azok a vendégművészek, akiket felkeresnek, hogy látogassanak el ide a Vecsésre, a Bálint János Kulturális Központba? Mennyire ismerik már esetlegesen a helyet? Van-e már a művészek körében presztízse ennek a helynek? Hát én nagyon remélem, hogy van. Ugye nagyon sok olyan előadásunk volt, ha mondhatjuk azt, hogy a Becsésváros önkormányzata egy 3 éves szerződést kötött a játékszínnel, melynek keretében 3 előadást mutatunk be minden évben. Én azt gondolom, hogy akik ide látogatnak, színészek, azok csak a ház jó hírét tudják vinni. Mindent megteszünk azért, hogy ők jól érezzék magukat, és hát ezt természetesen azért tesszük, hogy a vendégeink jól érezzék magukat. De mondhatom azt is, hogy az együttesek körében is egy olyan presztízse lett a háznak, hogy ide jó eljönni, ez egy jó ház. Ugye picit nehéz levetkőznünk azt a sztereotípiát, ami él az emberek fejében a kultúrházakkal kapcsolatban, bármi kulturális központ vagyunk, de hát ezeket a sztereotípiákat le kell győznünk, és én azt gondolom, hogy ezen az úton jól haladunk. Mennyire kapnak kéréseket, kívánságokat a nézőktől, a vendégektől arra vonatkozóan, hogy kiket szeretnének Vecsésen látni, milyen előadókat? Igen. Vannak gyűjtéseink, kutatásaink, piackutatásaink, amelyek ezekkel is foglalkoznak, az elégedettséggel, illetve azzal, hogy ők mit szeretnének. Azt látjuk, hogy a színházi előadásokban mondhatni azt, hogy kicsit könnyedebb előadásokat szeretnék a látogatóink látni, megnézni. Ugyan próbálkoztunk már monodrámákkal is, ezek nem annyira jönnek be, és hát azt is látjuk a visszajelzésekből, hogy inkább a könnyedebb műfaj felé. Tartalmas, szórakozás, nem a holmi-talmi dolgokról beszélek, hanem a tartalmas kikapcsolódásról. Lesz esetleg több gyerekprogram jövőre? Igen, hát tervezzük. Az a
az az elképzelésünk, hogy olyan akár zenés koncerteket is hozzunk be, amelyek mondjuk Halászutka vagy Alma együttesek felé mozdulnak el, és inkább a hétvégi kikapcsolódást a szülők, tehát a családi kikapcsolódást fogják megcélozni, igen, tervezünk ilyet. Ebben az évben még két koncerten hallhatjuk a Vecsési Fülemülék hangját. December 9-én és 17-én karácsonyi hangulatban telnek majd a Nachtigallen kórus előadásai. Évek óta már szinte hagyományá vált a karácsonyi koncertünk, amelyre ezennel is nagy szeretettel szeretnék meghívni minden vecsési és nem vecsési nagyon kedves zene szerető embert. Úgy szoktuk csinálni, hogy a német nyelvű mise után, ami ugye 6 órakor veszi kezdetét idén a Szent Kereszt templomban, rögtön utána 7 órakor kezdenénk mi is egy ilyen 40-45 perc, 1 órás zenei ajándékot szeretnénk átadni a kedves hallgatóságnak, akik a rokonaink, barátaink és nagyon sok ismeretlen zenekedvelő is szokott lenni. Hol lesz ez a rendezvény? Vecsésen a Szent Kereszt templomban, a Jókai utca és az Iskola utca sarkán lesz idén. Tavaly előtt, tehát úgy szoktuk általában váltásban, hogy vagy Felsőtenepen, utána pedig a faluban, hogy mind a két célközönségnek kedvezünk, ne kelljen sokat ugye a csúszós téli időben sétálni, de hála az égnek már a modern eszközökkel nagyon gyorsan és ügyesen ide tudnak autóval is jönni az emberek, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel. És még azt szeretném ennél a programnál kiemelni, hogy nem csak magyar, hanem német és angol nyelvű karácsonyi dalokkal és adventi énekekkel várjuk a kedves közönséget. És mint mindig, minden évben, a koncert után pedig finom forralt borral, tejával és süteménnyel az altemplomba. Ez lesz a Nachtigallen kórus utolsó ez évi koncertje, vagy még számíthatunk valamire ebben az évben? Nem az utolsó. 17-én, a mindenki karácsonyán szintén fellépünk a kedves közönség előtt. Remélem, hogy nagyon szép romantikus hóesés lesz akkor, de ha nem, akkor is mindenkit nagyon várunk szeretettel. Hasonló karácsonyi dalokkal, mint amely a nagy koncerten. Egy kicsit más köntösben, ott kíséret nélkül, ugye, mert az idő viszontagságai miatt harmonikával nem nagyon lehet ilyenkor kísérni a kórust, de csörgő hangszerekkel, dobbal, stb. Cintányérral azért egy nagyon szép karácsonyi hangulatot próbálunk adni. És 16-án viszont egy nappal előtte iskolán kórusának lesz szereplése, fellépése az iskolai adventi műsoron, tehát arra is gyakorlunk nagyon sokat. Milyen volt a Nachtigallen kórus 2017-es éve? Mennyire volt sűrű programokban? Az idei év nem a versenyzés éve volt, az azt jelenti, hogy volt egy kis időnk szusszani, kipihenni a tavalyi nagyon nagy hajrát, ugye ahol évvégén úgy sikerült zárnunk, hogy külön díjasak lettünk az országos minősítő fesztiválon. És ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy ilyenkor új dalokat tanuljunk. Én elmentem nyáron karnagyképzésre is, ahol rengeteg szép karintiai népdalt tanultam, és adtam is már át a kórusnak, amit a zeneszerető vecsési közönség a Káposztafeszten hallhatott is. Tehát ez az energiagyűjtés, az alapozás, az új tagverbúválás éve volt. Hála az égnek csatlakozott hozzánk egy nagyon jó hangú szoprános kishölgy, ugyanúgy várjuk szeretettel altosok, illetve tenorok, fiúk és basszushangok jelentkezését is. Volt már vendégénekesünk szintén, aki egy-két alkalomra eljött, de sajnos utána külföldre szólította őt a munkája. Ezek az alkalmak azért nagyon jók, mert hogyha férfi hang is megszólal, ugye, akkor egy 3-4 szólamban más csengéssel tudnak megszólalni ezek a nagyon szép karintiai énekek, amire ugye több szólamúsága jellemző. Most minden hang adott a Nachtigallen kórusban ahhoz, hogy a legbonyolultabb és a legékesebben szóló dalokat is előadja? Én úgy gondolom, igen, mert igyekeztem ügyesen összeválogatni a repertoárunkat, és a két szólamú egyházi népénekektől kezdve 3 szólamú műdalokig, illetve 4 szólamú ónémet és angol kánonokig mindent én úgy érzem, hogy szívvel, lélekkel, és tényleg nagyon nagy tisztasággal sikerül előadnunk, úgyhogy a filmzenétől kezdve a népdalon át minden hallható lesz. Nem szeretnék titkokat elárulni, de mindenkit várunk szeretettel december 9-én a Falusi templomba, a Szent Kereszt templomba, és 17-én is a mindenki karácsonyára, illetve aki teheti, 16-án pedig a Krassalkovics Antal Általános Iskolának az adventi műsorára, ahol a negyedikes gyerekek, illetve a felső tagozatos gyerekek is egy nagyon szép műsorral lepik meg a közönséget. Sejthető-e már, hogy a 2018-as esztendő az majd vajon minek az éve lesz?
Igen, idén sikerült felvennünk egy nagyon klassz demo felvételt, amely teljesen új hangzásvilággal látja el a kórus többszólamúságát. Egy nagyon jó harmonikás Kreisz László kísér minket, és hála az égnek ez olyan nagyon nagy sikert alatott a zeneértő emberek körében, hogy lesz folytatás is, tehát egy CD-nyi anyagot szeretnénk egészen márciusig összeállítani, illetve többször hívtak már minket a Nagy Gerlingeni Szövetségi Schwabába, és ott is szeretnénk akkor megmutatni Vecsés színeit a Nachtigallennel. Jövőre viszont nem a nagy kórus, nem a felnőtt kórusoknak, hanem a gyermekkórusoknak lesz úgymond a versenyzési éve, tehát az a Grasalkovics általános iskolai kórusomat fogja érinteni, úgyhogy megy a munka ezerrel, és gyakorlunk, és igyekezzük magunkat testileg, lelkileg oda tenni. December 17-én karácsonyi koncertet ad a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület fúvós zenekara. A VHZ immáron 13. éve várja ünnepi muzsika szóval az érdeklődőket. A koncert délután 3:30-kor kezdődik a Bálint Ágnes Kulturális Központban. Az eddigiektől egy kicsit speciálisan délután kezdünk már, azaz 15:30-kor, 3:30-kor, úgyhogy mindig egy kicsit később kezdtünk, de most kénytelenek vagyunk, mert egy nem várt szerencsétlenül szervezett program keretében időkorlátok között vagyunk mind a kezdés, mind a befejezés kapcsán. Úgyhogy ez egy kicsit kellemetlen nekünk is, de remélem, hogy ebből semmit nem fog észrevenni a közönség, mert igyekszünk pörgősen, gyorsan, de ugyanabban a szellemiségben, mint ahogy eddig a 13 alkalommal megrendeztük ezt a karácsonyi ajándékkoncertünket. Most is szeretettel várunk mindenkit, és adjuk ezt ajándékba minden vecsésinek, mindenki, aki eljön. Milyen hosszú lesz maga a koncert, illetve milyen zeneművekkel készülnek? Hát 6 óráig van tervezve, ugye 3:30-tól 6 óráig, és a lehető legkisebb szünettel, ami csak arra kell, hogy technikailag át tudjon állni a koncertfúvós zenekar a színpadon. A koncertnek a felépítése az hasonló lesz, mint az eddigi ebben volt, hogy a koncert első részében az ifjúsági zenekarral, gyerekekkel szeretnénk kezdeni, utána a kamara együtteseink adnak műsort. Itt fölhívom a figyelmet egy kis csalogatónak, vagy a fiataljaink egy új koreográfiával, egy új csapattal jelentkeznek, és saját hangszereléssel mutatnak be 2 olyan számot, ami nekem óriási öröm. Ugye itteni fiatalok hangszerelnek, összegyűlnek, és olyan produkcióval készülnek, ami biztos vagyok benne, hogy óriási élményt fog okozni mindenkinek. Milyen zeneművek előadására törekednek elsősorban, hogy maradnak még a tradicionális sváb muzsikáknál, egy kis adventi, egy kis karácsonyi fűszerezéssel, vagy inkább karácsonyi darokat adnak elő? A karácsonyi koncerteknek a programja évek óta úgy épül föl, hogy mindenből szeretnénk egy picit adni. Úgyhogy a klasszikus zenei értékekből kezdünk, ebből mindenféleképpen az idén Szupé Könnyű Lovas Eginyitányával fogunk kezdeni. De nem szeretném elmondani az egész programot, hogy legyen meglepetés mindenkinek, de maga a karácsonyi koncert jellege az a klasszikus zenétől, a hagyományőrző zenén át, a könnyű zenéig mindenből lesz. És mindenből annyi, ami nem bántja egymást, énekes, szólóénekes produkciókkal, és egymásra épül korban egészen mai kortárs darabokig. Biztos vagyok benne, hogy mindenki talál majd magának olyat, ami közel áll hozzá, zenei stílusban is. Ez nem kis kihívás a Zeneegyesület tagjaira, hogy hát be kell, hogy tanuljunk olyan színvonalon olyan műveket, amik mindenki számára közérthetőek, igyekeztünk világslágerekből és olyan könnyen érthető klasszikus művekből választani, ami mindenki számára dallamos, és hát egy igazi koncertélményt ad. Ez a Bálint Ágnes Kulturális Központban lesz, ugyanakkor kint a Művelődési Ház előtt éppen ma zajlik majd a Mindenki Karácsonya, ezért gondolom nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy a koncert ingyenes, tehát az érdeklődőket díjmentesen várják. Így van, ez 13. éve, mindig is ingyenes volt, és mi úgy érezzük, hogy számunkra a karácsony az nem üzlet, és nem is fogunk üzletet csinálni ebből. Lehet, hogy lesznek majd olyan koncertjeink, ami belépőjegyes, de a karácsony az ajándékkoncert, eddig is az volt, most is az lesz. 13 év hosszú idő, hogyan tekint vissza ezekre a karácsonyi koncertekre?
Hát hosszan lehetne beszélni erről, mert 13 évvel ezelőtt személyesen körbejártam Vecsésen az összes fúvós zenészt, hogy mindenkit várunk szeretettel, amikor a zeneegyesületet alapítottunk, és próbáljunk összefogni, átadni egy értékrendet a fiatalok számára. És 13 év alatt annyi eredmény van mögöttünk, ami kezdetben ugye csak a helyi fellépéseken, helyben voltunk hallhatóak. Aztán szép lassan mindez kiterjedt a régióra, az északi ország részre, majd országosan, sőt azt is mondhatom, hogy nemzetközileg is a testvérvárosok kapcsán, mind Erdélyben, mind Rétyet, mind Németországban letettük a névjegyünket, sőt, akkor először voltunk külföldön, csak tanultunk a külföldiektől. Manapság már büszkén mondhatom, hogy a német testvérvárosunkból, amikor itt voltak nyáron, nagyon-nagyon felnéznek ránk, és elismerik mindazt a tevékenységet, mint amit tettünk, és oda jutottunk, hogy kitartó munkával napságban egy kicsit előrébb járunk, és ezt büszkén mondhatom, nem lenézve ezzel senkit, hanem mindennek a munkának, kézzelfogható munkának az eredményeképpen, mint amit ennyi idő alatt beletettünk mindebbe. És ez egy közös munka, mind személyem által, mind a társaság által. Sokat fiatalodott is a társaság, és azok a fiatalok, akik tehetségesen az iskola mellett még egy hangszer elsajátítására is tesznek időt, energiát, és még egy közösség részeivé is válnak, és a közösségnek azoknak a értékrendjébe tartozó rendezvényeket, mint amik hagyományőrző rendezvények, ezeket ugyanúgy elfogadják, és természetesen úgy alakítjuk a programot, hogy az őszájú ízek szerint is fiataloknak való művek is alakuljanak a repertoáron. Ez mindenki számára kedves dolgokkal, mind nekünk jó eső érzés ezeket a dolgokat játszani, mind a közönségnek jó eső érzés ezt hallani. És hát manapság eljutottunk oda, hogy nemzetközi szinten is, de már hál' Istennek azért a megyéből is több helyről hívnak, és örömmel megyünk, mert oda, hol hívnak, és megtelik egy művelődési ház, és látjuk, hogy utána milyen szeretettel fogadnak, és milyen jó beszélgetünk, még hogyha van időnk, és hát többnyire rászánjuk, hogy legyen egy kis visszajelzés nekünk is. Ez mindenféleképpen örömmel telt el minket is, és a csapatot is. November 24-én tartották meg a Bálint Ágnes Kulturális Központban a 3. Vecsési Népdal, Nóta és Operettestet. Részleteket láthatnak a rendezvényből. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Városi Önkormányzat közös rendezvényén a zene mellett idén először versmondásra is sor került. Makula Anna és Makula Natasa, a Grasalkovics Antal német nemzetiségi és kétnyelvű általános iskola diákjai adták elő Gáti István és Nyíri Krisztina egy-egy versét. Gáti István, Tök Magda férház megy, Dus gazdag vidék tök ország, felhőtlen ott a közélet, virulnak bájos tök orcák, éretten kongó kövérek, van ott egy zsíros földlabda, azon él hősünk, Tök Magda. Törékeny testet mázsányi, hiába vágyik hitvesre, szeret a rögén strázsálni. Azt mondják, járjon fitnessre. Így szól az orvos Tökendre. Fogynia kéne, Magduskám! Ne menjen napra, s főleg ne vedeljen esőt nagy lustán. Tabletta, kenőcs, dehogyhat. Naponta fitness, s lefogyhat. Na várjon, kihez is küldjem. Robi már be van táblázva. Cukkini Petrát ajánlom, termafogyás tárháza. Eltökélt hősünk nem katyáz, elmegy a híres terembe. Gépzene harsong, reng a ház, jobb láb lendít, kezet le. Verejték csepul ökölni, kérem itt tilos tökölni. Maga az új lány, van dressze? Teste, ha primán berezge, fájdalmat talán nagy lesz, de lefogyat néhány gerezdet. Tök Magda szögdel kalimpál, több gyalunk csúszik óra szám. Estére fáradt alig jár, ajkára csügget nóta szár. Maradnék inkább vastagon, hiányzik már a nas nagyon. Másnap, hogy újra ég a zsír, főhősünk egyre mérgesebb, keményen edz, de néha sír. Kétségbe vajon miért esek? Harmadnap végre felpörög, testét is hegyké himpálja. Meglát egy vonzó fels tököt, bajsza van egy szép nagy indája. Kisasszony boldog csodálat, járja át öntői csimámat. Fiatal szívem nem csalhat, ég küldte magát, köszönöm. Micsoda bájos testalkat.
Ja, a nevem Tök Ödöm. Térdre gyödöm úgy hódít. Magda a vártól itt a súly, ledobja nehéz súlyzóit. Szívemre hújra itt a súly, gömbölyű édes növényem. Jók leszünk így is kövérem. Ölelés csók, és lelépnek. Nyíri Krisztina, mit jelent neked a szeretet, részlet? Szóhatjál részlendek, hogy iborba kanimó? Kanaposan van dient, regó, família, barátó, tájnyámó, tájkád, én, nájpári, légyej szám. Nyíri Krisztina, mit jelent neked a szeretet? Mit jelent neked a szeretet? Nekem biztonságot, menedéket. Barátot, támaszt és vigaszt, amellyel átvészelem a nehéz napokat. A szeretet neked mit jelent? Nekem a családot, múltat és a jövő alapját képezi a szó. Hiánya pusztít, öl, romba dönt, nélküle nem marad más, csak könyv. Mit jelent neked a szeretet? Nekem az életet jelenti. Egy érzést, mely állapotot, virágot, fát, a világot megteremti. A teremtést, elmúlást jelenti, mely bajból az embert mindig kimenti. Összetartozás jelent a szeretet, ugye érzel te is így érzéseket. Őket követően a Falusi Nemzetiségi Óvoda pillangó csoportja lépett fel, majd a Grassalkovics iskola 5. B és 4. D osztályának tánca következett. De színpadra állt az est folyamán számos neves előadó is, köztük Vásári Mónika, Madarász Katalin és Bankó Margit. Thank you.
5-0-ás vereséggel zárult a VFC Újpest elleni mérkőzése a Vecsési sportpályán. A Vecsési futballklub így a tabella végén végzett a bajnokságban. Szász Ferencet, a klub újonnan kinevezett vezetőedzőjét kértük a meccs után egy rövid értékelésre. Hát, ahogy már megbeszéltük, ugye 2-3 hete, amikor ide kerültem, hogy egy nagyon nehéz szakaszába vettem át ezt a csapatot. Ugye a két bajnoki mérkőzés tudatában én azt kértem a srácoktól, és magát a csapattól is, hát a vezetők is ezt kérték, hogy tulajdonképpen egy öröm futball kell legyen, bár ez egy kicsit most a számból elcsépelt dolog, hiszen én egy 3-4 hete játszottam Gödöllön, vagy 4 hete játszottam Gödöllön és az Újpesttel egy kupamérkőzés is, és ott ezt külön kihangsúlyoztuk, hogy ennek a fiatal, vagy annak a fiatal csapatnak egy öröm futball kell legyen, tehát nem szeretném így szóismétlésekbe meg belemenni, viszont most is azt kértem, hogy egy ilyen bajnoki szezon után, amikor az utolsó helyen telel a csapat, hogy ezt próbáljuk meg kicsit elfelejteni ezt a bajnoki szereplést, és utána azt mondanám, hogy hát amennyire lehet adják át magukat a futball szépségeinek, és élvezzék ki ezt a mérkőzést. Én azt mondom, hogy helye közeles sikerült, bár az eredmény ezt nem tükrözi, hiszen egy 5-0-ás vereségbe futottunk bele. Ettől függetlenül azt most látni kell, hogy az Újpest egy stabil csapattal érkezett, tehát nem variált a Vignyevics kolléga, hogy kicsit azoknak a játékosoknak adott volna lehetőség, akik periférián vannak a csapatnál, hanem az nagy vonalban az alapcsapattal játszott, plusz azért egy nagyon jó paszba kerülő Újpesttel játszottunk, hiszen az utolsó két mérkőzésükön, hogyha nyernek, akkor még dobogó közelbe is érhetnek. Úgyhogy én ezt tudom mondani, hogy ez megérdemelt Újpest győzelem volt. Mennyire szegi kedvüket a játékosoknak egy ilyen 5-0-ás eredmény? Nem hiszem, hogy ez a mérkőzés fogja a kedvüket szegni. Itt a kedvüket inkább az a 14-15 bajnoki mérkőzés, 16 bajnoki mérkőzésen elszenvedett vereség szegte inkább, én azt gondolom, jobban. Én ugye 2 hete vettem át ezt a csapatot. Hát a tapasztalatokat kell majd leszűrni, mindenféleképpen amit kértem, egy 5-6 játékost kell hozni, ezt ki kell mondani, nyugodtan vannak számomra alkalmatlan játékosok is a keretben, illetve van olyan játékos, aki szerintem nagyon jó futballista, aki mondta jó játékos, de ebben a rendszerben, ebben a közegben, ebben a kicsit azt mondom, kiélezett helyzetben nem fog tudni most maradandót alkotni, egy másik csapatban biztos, hogy nagyon jó játékos tud, nagyon jó játékot tud leadni, itt most nem. Nekünk egy cél van, bent kell maradni, ez a csoda kategória lesz, hiszen tök utolsók vagyunk. Erre nem tudok válaszolni, hogy a jövőre, hogy mi lesz. Innen szép fölállni, ahogy mondani szokták, átlátja-e már a rendszert, átlátja-e már azt a stratégiát, amelyet alkalmazni szeretne annak érdekében, hogy jobban szerepeljen a csapat? Hát őszintén az utolsó két mérkőzésen már próbáltam átszervezni azt a fajta játékot, hogy stabil lenne a védekezés. Most mondhatjuk azt, hogy hiszen vereséget szenvedtünk, nem sikerült, de azt gondolom, hogy két teljesen más karakterében más mérkőzést játszottunk, hiszen egy bajnok esélyesen játszottunk, és egy kiesési rangadót játszottunk. Én a kiesési rangadón is azt mondtam, hogy játékban már véltem felfedezni olyan dolgokat, amiket szeretnénk játszani, szélbontásokat. Sajnos a hibákból meg tanulni kell. Hogyha mi tudunk tanulni, és még egyszer mondom, ha tudunk olyan karakteres játékosokat hozni ide ebbe az a csapathoz, akik tehát azt mondom, mentálisan is fölhozzák az itt lévő játékosokat, akkor tudunk csodát tenni. Ha nem, akkor pedig hát sajnos majd újra kell építeni a csapatot. Már elérhető az influenza elleni védőoltás a házi és gyermekorvosoknál. Számos érv és ellenérv olvasható az interneten az oltással kapcsolatban. Ezekről is beszélgettünk dr. Horváth János háziorvossal. Kiknek javasolja a védőoltást, és mikor, meddig érdemes beadatni? A védőoltást azt mindenkinek javaslom. A védőoltást azt be lehet adatni tulajdonképpen az influenza szezon kezdetéig, ami még azért nincsen. A 60 év felettieknek ingyenes az oltás, és a krónikus betegségben szenvedőknek is, most ezt nem sorolnám el a rendeletben, hogy mi van, akik szintén ingyenes oltásban részesülnek. Az oltás most már elérhető, minden házi orvosnál, gyerekorvosnál is van oltóanyag. Azt mondta, hogy még az influenza szezon előtt érdemes beadatni.
nagyjából ez általában mikorra datálódik az elmúlt évek tapasztalata alapján? Hát ez körülbelül karácsonykor szokott egy kicsikét nagyobb hullám jönni. Hát most is vannak persze vírusos megbetegedések, mert hogy a magánt influenza-szerű tüneteket, azokat több tíz vírus tud okozni, adenovírusok, rinovírusok, és azok nagyon hasonló tünetekkel járnak, orfolyással, köhögéssel, lázzal, rossz közérzettel, de hát az influenza ugye az hirtelen kezdettel, nagyon magas lázzal, hirtelen végtag fájdalmakkal jár, nagyon elesett tud lenni tőle az ember, úgyhogy ez egy kicsikét későbbre datálódik, úgyhogy még mindenképpen érdemes oltani. Vannak, akik az oltás hívei, és vannak természetesen oltás ellenesek is. Egyszer megkérdeztük itt Vesésen dr. Czeisel Endrétől, hogy mi a véleménye az influenza elleni védőoltásról, és ő azt mondta annak idején, hogy jobb egy döglött vírus, mint egy élő, tehát mindenképpen javasolja. Hát teljesen egyetértek a tanár úrnak ezen véleményével, én is oltáspárti vagyok, ami ellen létezik oltás, az ellen tényleg célszerű beadatni. A különböző fórumokon különböző ellenérvek vannak, és ezeket nem is érdemes mind felsorolni, hiszen hogyha valaki például nem influenzában, hanem csak influenza-szerű tünetekben betegszik meg, és korábban kapott oltást, azért a szervezetnek az ellenálló képessége is nő odáig, másrészt meg sokkal gyorsabban tud reagálni az egyéb fertőzésekre is. Ezt úgy kell elgondolni, mint a kiképzett katona, meg a nem kiképzett katona dolgot. Tehát ugye a kiképzett katonák azok hamarabb tudnak reagálni a cselekményekre. Miért van az, hogy vannak olyan emberek, akik, hogyha megkapják a védőoltást utána, azt mondják, hogy soha nem voltak olyan betegek, mint utána? Van-e esetleg olyan stádium az egészségi állapotunkban, amikor kifejezetten nem ajánlott beadatni az orvosságot, ezt az injekciót, érdemes-e megvárni esetleg egy-egy átmeneti kis tüsszögést vagy torokfájást? Hát általában azért szokták mondani a betegek, hogy ők a védőoltás után betegedtek meg, mert már korábban, tehát pár nappal korábban is beléjük került a vírus, és az okozza igazából a megbetegedést, és nem a védőoltás. Hát ezért én azt szoktam javasolni, hogy noha a védőoltásnak ellenjavallata kizárólag a lázas állapot, de azért érdemes ezeket a tüneteket egy kicsikét megvárni, most még van rá idő is, pontosan, hogy ez a kölcsönhatás, vagy ez az együttállás, inkább én így mondanám, ez ne jöjjön létre. Még egy tévhitet oszlassunk el. Van, aki úgy mondta az influenza elleni védőoltás ellenére is influenza-szerű jellegű tüneteket produkál. Mivel szemben véd akkor az influenza elleni oltás? Az influenza elleni oltás az egyértelműen az influenza törzsek ellen, ebből most három van. Ebben az oltásban is az egyiket tavalyhoz képest kicserélték, mert hogy a másik féltekén inkább úgy nézett ki, hogy ez a fajta vírustörzs okozza az influenza megbetegedéseket, és emiatt változtattak az összetételén. Hát ez néz ki most a leghatásosabbnak, amelyik ugye mindig az előző fél években cserélik az oltóanyagot az annak megfelelő vírusoknak. Most az influenza vírus kimutatása az egy-egy esetben történik, amikor valamilyen nagyon súlyos megbetegedés történik. A kórházakban erre itt a területen nincsen lehetőség. Vecsésen mennyire dívik, úgymond az oltás? Hát a különböző körzetekben különbözőképpen, de én azt mondom, hogy Vecsés jól átoltott influenza elleni védőoltással. Mennyire gyakoriak már most így november derekán a megfázásos megbetegedések a rendelőben? Hát jelentősen megnőttek, ugye a hűvös idő beálltával mindenki egy kicsikét késik az átöltözéssel, tehát azért az embereknek meg kell szokni a megváltozott időjárást. Vannak a hideg frontok is, aztán korábban voltak olyan időszakok, amikor reggel még hűvös volt, napközben meg majdnem, hogy tavaszi nyári meleg volt, tehát ezeknél az eseteknél gyakrabban fordul elő meghűlés és betegség, ami nem influenza még. Mit tehetünk az öltözködésen túl azért, hogy ne legyünk betegek majd várhatóan télen?
Hát elsősorban vitaminban gazdag ételeket, gyümölcsöket, zöldségeket fogyasztani, vecsés híres a káposztájáról, mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy fogyasszon nyers káposztát is, savanyított káposztát is, magas C-vitamin tartalmú ételeket. Körülbelül ezek a öltözködésen felül. Hát aki megbetegszik, az azért hozzátartozói, pláne hogyha kisebb gyerek van, akkor vegyen a patikába egy ilyen arcmaszkot, amit föltesz, és akkor biztosan nem tüsszent rá senkire. Úgyhogy ezek az általános gyakoribb kézmosás, az általános higiénés feltételeknek a megteremtése és ezeknek a fokozása. Hogy tovább szóljuk a gondolatmenetet és belekapcsoljunk még egy aktualitást, hogyha valaki mégis beteg lesz, akkor vecsésen kap-e már e-receptet? Vecsésen egyelőre nem működik a rendszer, mint ahogy az ország nagyobb részén nem működik a rendszer, se a patikákba, se a rendelőkbe. Készen állunk, de például ebben a rendelőintézetben is egy hálózatos rendszer van, amiben beavatkozni mi nem is tudunk, házi orvosok, tehát hiába mondták, hogy amellett, hogy ez egy kicsikét komplikáltabb számítástechnikai ismereteket igényel, mint amivel mi rendelkezünk, de hát sajnos a próbaüzem úgy látom, hogy egy kicsit rövidre sikerült ez a fél év, ezt más országokban egy kicsikét kitolják, hát most nálunk is ez történik. Tehát akkor papír alapon kapják majd a receptet azok, akik rászorulnak. Mindenképpen a törvényi előírások 2019. januárjáig kötelezővé teszik azt, hogy papír alapú recepten is, amikor már működik majd a rendszer, papír alapú recepten is fölírjuk a gyógyszert. Az NB1B nyugati csoportjának 10. fordulójában 23-27-es győzelmet aratott a Vecsés Ese Él Team az Agreof Eto Esese ellen Győrben. A kézilabda szakosztály beszámolója szerint kitűnően kezdtük a találkozót, a 11. percben már 5 góllal vezettünk, a szünetig pedig tovább nőtt a különbség. Ekkor már 8-15 volt az állás. A hajrában bár feljöttek a zöldfehérek, de a végjátékot mi bírtuk jobban, így a két klub helyet cserélt a tabellán. A vecsési kézilabda csapat így jelenleg az első helyen áll a tabellán. Köszönöm figyelmüket, önök a Williams Televízió Vecsési Magazin című műsorának december 1-i adását látták. Friss hírekkel egy hét múlva, pénteken este 6 órakor jelentkezünk. Töltsék kellemesen az estét, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra!